A tavalyi év Nyírgyulajban a pályázatok beadásának és a beruházások előkészítésének éve volt, idén azonban már a kivitelezéseké a fő szerep. A településen a terület és település fejlesztési operatív program által energetikai korszerűsítésen esett át az általános iskola, valamint átadták a szociális szolgáltató központot is. Vannak még tervben fejlesztések az év hátralévő részére, melyek közül legfontosabb Kénnyírgyulaj polgármestere a közlekedési infrastruktúra korszerűsítését jelölte meg. Sikerült Magyarfalu program keretén belül 2 darab szolgálati lakás felújítását az idén befejeznünk. Orvosi eszközöket tudtunk beszerezni szintén a Magyarfalu program keretén belül, illetve útépítések területén is nagyon nagy sikereket értünk el. Jelentősen javultak a közlekedési kapcsolataink azzal, hogy vidékfejlesztési program keretén belül sikerült a Nyírdes felé vezető utat aszfaltúttá alakítanunk, illetve az ehhez kapcsolódó Petőfi utcának a belterületi szakaszát is sikerült felújítanunk, úgyhogy egy hiányzó közlekedési kapcsolattal kevesebb van már a településen. Nagyon szeretnénk még szintén vidékfejlesztési programból, aminek a pályázatát már benyújtottuk, a Mária Pócs felé vezető utat szélesíteni, hiszen ennek is egészen nagy a forgalma, illetve a kerékpáros turizmus abba az irányba újabb infrastruktúrát kaphatna. Nyírgyulaj jelenleg is része a megyei kerékpárút hálózat fejlesztéseinek. A Nyírbátor felé vezető külterületi biciklis szakasz néhány hete készült el, a községen belüli utat pedig augusztus végén vehetik birtokba a helyi és a községen áthaladó kerékpározók.